Hát direkt arra fejlesztek, hogy köszönjük. Szabad megnézni őket, mert amit én választottam, azt már kiválasztották. Igen, de igen, mutassanak. Mind a kettőt meg lehetne nézni? Köszönöm. Ezek szénacélból vannak. Tudom. Mivel az maradt, úgyhogy rózsdamentes az már. 75 CR egyenlő. Hát szénacélnak mondom, mert nagyon kevés ötvöző van benne. 0,75 benne a szén. Nagyon finom szemcsés szerkezete van. 58-ok már kemény. Jó határozott mozdulattal. Igen. Csak be kell kísérni. Pici kenőanyagot teszünk bele, hogyha... Kicsit nehéz. Hát nézzem. Nekem ő lesz? Ő lesz, igen. Ja, persze, azt lesz, hogy nekem 11-es a számom, és 11. Hát akkor jut. Jut egy. Tessék. Akkor egy még jut. De? Nem tudom még, hogy a céhes kiállítás hol lesz és mikor. Ott leszünk. De hová is ki fog menni? Hát én ilyen több napos rendezvényeket nem nagyon tudok felvállalni. Kiállításnak a neve? A magyar késővel szének lesz egy kiállítás, de nem tudom még, hogy mikor és hol. A korábban, hát hosszú évekig a Vajdahunyadvárban volt és Mikulás környékén, de nem tudom, hát ez még a közgyűlés döntésétől függ, hogy mikor és hol lesz. Az az egyetlen darabban eladó, mert 150 ezer ára mennek bokkal egy. Egy alap 12C27, 6-os sorszámú. Itt van a 6 per C. Nincs hozzátok. Ez a certifikát. Tökéletes. Különletes. Akkor 30 napok és 30 évek. Szabad közlem, egy 20-as. Tudunk visszaadni. Ott van egy. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Küldtem én egy e-mailt még, amikor ezt
megrendeltem arról, hogy bizonyos listára felkerültem vajon? Igen. Tökéletes. Természetesen. Elvileg, hogyha... Tehát amikor következő sorozat indul, akkor a listán lévők a hivatalos megjelenés előtt körülbelül egy órával kapnak egy e-mailt. Az a jó, hogy mindig hajnalban, és az nekem tökéletes, mert hajnalban kellett. Az a legjobb 5 órás megjelentés, az nekem nagyon fekszik. Jó, hát ez... Sajnos, hála Istennek az van, hogy akkor a siker, hogy komoly tusakodások vannak, hogy kinek jut, kinek nem, milyen sorszámmal, az sem mindegy, meg ilyesmit. A feleségem még rossz egyébként, úgyhogy... Remélem, hogy fog tetszeni neki. Arra felhívnám a figyelmet, az certifikáton is rajta van, hogy nagyon jó. Szokatlanul éles, nem szoktak általában az emberek nem szoktak ennyire éles kicsit használni, de voltak már is. Köszönöm szépen, vigyázzatok! Oké, okay. én köszönöm szépen! Sziasztok! Köszönöm. Kívánok! Köpárom! Simó János! Simó János! Lemaradtam a listát. Nem láttam a listát. Nem is értem. Ez egy kalandos történet. Megkaptam az első értesítést, de ahogy szoktam a kórházóján, erre elküldtem a jelentkezést, mert nem kaptam rá választ egy ideig. Most ha megjelent a kiállító festmény, és nem láttam én sem magam, akkor felhívtam a kérdésem, kiderült, hogy neki valami gondja volt az én szolgáltatásomban, és a levelei 50%-át azt spamnek kezelték a... Mert hogyha túl sok benne a hivatkozás, vagy kép, vagy bármi hasonló, akkor alapból bedobálhat ezt meg benne. Tehát azért szoktam, hogy amikor levelet írok, akkor csak aláírom, se weboldal link, se fotó, semmi, mert egy szigorú spam azonnal dobja. De jó, akkor viszont most tudok fotózni, hogy tettünk a kép. Hát a teljes sor már nincs meg. Na hát. Viszik, jönnek a tulajdonosok. Igazán nem voltak. A vezérért még nem voltak, de fognak jönni. Egy volt. De az igazság, hogy viszont van egy-kettő, ami észszerűen szép. Én nem is annyira is megfelelő vagyok, de például az útkereső, sőtás az nem nagyon kötő. Itt van ott most. Van, most meg lehet nézni. Meg lehet nézni. Ezt meg is fogunk forgatni egy kicsit, hogy ezek a készközeli videók, ezek mindig hatásosak. Ha? Így el fogja vágni.
100 legyen. Azt jövő, hogy árakat, de amit te még egy papírt kérek szépen. Még egy csomagolót kérek szépen. A 12-es. Most tudod, erre nincsen idő. Nincs indokor, hogy fizessen kell. Tudod, bár fennyi kizesen. Tapadja. Érted az ilyen értelemben. Hát az egy gyönyörű szép utas. Gratulálok, nagyon szép, köszönöm szépen. Bocsás, annyi is. A kettes páros munkájuk, hogy gyönyörű lesz a bácsi, tényleg. Én még elviszem, hogy nem szeretném, hogy kapál is. Kipróbálj halott, inkább gyönyörkörül, meg átfinomítom. Ezt a csodát szeretném. Állatok szerintem a háza, meg még fontos. Bármit is jobb szerezni, de ezek a szeppek. És ez a szén cél, hogy az a sorok. Ha megkapja a patinát, meg ilyen szép pénzt. És ő annak a védelmét kellett. Nem kell nagyon bele, hogy Aztán én nem hiszem, hogy ő úgy kívánok, gondolom, mert
vagy. Jó. Körülbelül ezt meg tudjuk beszélni. Szép. Ha megyünk egy karikát, elteszem már annyi kártyámat tőletek. Köszönöm még egyszer. Nagyon szépen hallom, gratulálok még egyszer. Megköszönjük a tisztelmet. Nem baj, az azért. Hogy Zsorzi? Mert mit viszont annyian vannak? Sok menőt. Köszönj, három fiatal. Nem hiszem, hogy tudja. Miért? Szabuk. Kívánság. Igyel van. Megrendel. Vezetek. Megyünk a tényleg is. Megyünk a tényleg is. Muszkás, nem van? Azok a lábam. Ott van, jól. Már bérzettem neki. Az azért én? Neki kell. És ez? Serdabé. Ez meg az izé, mi? A kompás. Itt van. A kompás van valami. És akkor még vennének meg tízes, nem? Hát kellene volna még. Kitekerekted magad? De hogy csak kések voltak. Na, azt is utálom, hogy a késsel. Ez
lassan csak elkészül az én kérdésem is. Nem célzás volt. Kedves eredmény van. Jó, na azt kell látni. Ez életem, az is egyik az ilyen, az csak tetszik. Nem? Még hozzá sem nyújtva. Köszönöm szépen. Szia, Csak. Az éves? Most mit hogy itt el a srác? Mind a kert itt el, itt el. Nincs is több. Ott van, le van rakva így a műhelyben, a fa, meg a tenger, fúra, kész, minden. Rendelni rá? Hát hogy? Most meg is. Rám írsz? Az a biztos, mert most egy kicsit... Jó, rád jobb lesz. Osztóluk. Milyen árva van? Az 38 ezer forint. Nem volt időm többet csinálni. Oké, köszönöm. És ez a másik? Ez milyen árban van? Az 40 ezer. Ez drágább minden? Igen, ez sivatagi vas van, meg egy részbakli van előtt. Szakmailag meg... Ja, értem, és ezek ugyanaz az ár? Az 40, ez 38. Csak ezt lefele fordítom, mert ha belekap valaki, nem fog elülni. A Schleichner, az egyforma éveket. Igen. Csak kisebbek? Ez 38, de stabilizált van. Ezek 30, de ez meg 32, meg ez is 32. Ez is 32, meg ez is. Majd valahogy elviszem. Majd találkozunk, és megyek az Ez így jól néz ki, nem, hogy a Csabi mell kasztalának. Így már látni, hogy... Tényleg, most ne legyen orrán. Ez még az első. Én majd egy ilyet szeretnék. Stabilizált fa. Ennyit az úr. Én már annyit néztem utána, de nem tudom.
Nincs benne annyi kovasabb, tehát a
mert nagyon lesz, hogy én is bátor, bátor. Mondom, azt az Ebrán úgy csinál, és egyszer tudod külni, ha jósz dolgozol vele, és... Van egy tömb, hogy ha lejött a Te Jani, dolgozol? Nem, na akkor gyere be! Ennyi, látod? Otthon ültél volna? Azért nem tudom, hogy a késeket lenni, hanem dolgozzál. Engem nem zavarom. Aki akar, megtal. Aki meg nem akar, az meg... Az meg... Jó, de most mikor nagyobb a hely, akkor nem baj, de mi volt kicsike, akkor azért... Hoppá, bocsánat! Aki nem fog itt lenni ezen a rendezvényen, azért van az, hogy egy asztalon vagyunk ketten, mert nekem ilyenkor mindig belejön mezőgazdasági vásárló, csak a gomék miatt azt a vásárt is lerülném, hogy ezt nem hozzás. Az lenne a kurva jó, hogy ez... Igen, olyankor azt össze fogod nekem besegíteni, hogy adok valamennyi bicskát neki, és akkor igenis a kérek teszi. Mert csak az, hogy ne legyen az, hogy mi nem jelenül meg ezen a rendezvényen. Jó állapot, szóval hány éves? Nem tudom, szóval. Petőlaci bácsi, aha. Szép. Fenyem egy kicsit. Megfenyük? Nem, köszönöm. Nem, nagyon kedves. Csak mutat, mutiba mutatom. Szeretem. Hogy de azért vigyázz rá, látok. Mindenemre vigyázz is. Influenza ellen is jó? Igen. Jó, jósági neki jó. Bocsánat, az előbb a lényeget elfelejtettem, szerintem mennyibe kerül az Igen, de az így van.